Milyen kondíciókkal kezdi 2021-et Buda Jenő, mikor és milyen költségvetése lesz a településnek? Ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol. Előbb azonban hát ilyen általános kérdés, milyen hangulatban indult polgármester újnak az új év? Van-e valamilyen következménye annak, hogy tavaly ősszel átesett a koronavírus járványon? A személyes dolgokkal kezdjük, akkor hát én most már legalább két hónapja, hogy kijöttem, egy másfél hónapja a kórházból, hát én hasonló intenzitással dolgozok. Általános közézetem az jó, de mondjuk az ember egy kicsit talán többet alszom, mint eddig szoktam. Aluszékonyabb egy kicsit. Igen, de az időjárástól is, fronttól is függ, nem kell mindent a koronavírussal kapcsolatba venni. Tehát az ember, mivel átesett rajta, néha hogy eszébe jutnak ezek a dolgok, de úgy általában úgy azt mondhatom, hogy különösebb következmény, legalábbis én vonatkozásomban nincsen. Önnek, aki átesett a fertőzésen, illetve itt a hivatalban többen is, kell oltást kapniuk, vagy nem kell? És lesz-e oltópont Buda Jenőn, vagy hol lesz? Mit lehet erről tudni? Két csoport védett, aki átesett, meg akit beoltanak. Na most ez az átesett a koronavíruson, tehát ez még azért nem tudom, nem eléggé tisztázott, hogy ha majd annak idején adnak ilyen oltási igazolást, vagy valamit, mert nagyon sok országban gondolkoznak azon, hogy aki oltási igazolványa van, vagy átesett a víruson, azok a kicsit szabadabb mozgást enged meg majd a... Hát az utazás szempontjából mindenképpen, azt hiszem a útlevélt ezt fogja helyettesíteni, hát hogy hova lehet beutazni. Ilyen Covid útlevél. A kommunikációban azt mondják, hogy hát ez felér egy oltással, aki mondjuk pláne, hogy aki még kórházi szinten esett át, és a kezelésen is átesett, mint jó magam is. Meddig nyújt ez védettséget? Hát tudom? 6 hónap van írva az árójelentésben. Sőt, 6-12 hónap így van írva. Tehát akkor van, az év második felében. Az is oda van, hogy közösségbe mehet. Tehát amikor kijöttem, oda van, hogy közösségbe. Tehát akkor elvileg nyárig védettséget élvez polgármester. Hát igen, 6 hónapig védettséget, tehát meg lehet, hogy azután is. Tehát azért ezek a dolgok mind olyanok, hogy a virológusok is ugye találgatnak, mert senki nem tudja, hogy valóban milyen hosszú hatása van az injekciónak, senki nem tudja, hogy aki átesett, hogy milyen hosszú hatás az, amikor, mert akik kórházi kezelésen átestek, hát a 99%-ban még egyszer, még nem telt el annyi idő, hogy kipróbálják, hogy még egyszer beleeshetnek-e. Tehát még egyelőre azért ez a 6 hónap és egy ilyen meghúzták a vonalat valahol, de lehet, hogy van, akiné ez 9 hónap, de egyébként is minden ilyen influenza oltásnál, ahogy én tudom, hát minden évben, akik beadják maguknak, az minden évben beadják. Tehát lehet, hogy ez lesz ezzel a betegséggel is. Ez is pont olyan lesz. Bizonyos időszakonként valószínűleg meg kell ismételni ezeket, úgy mint az influenza esetén, ezeket az oltásokat. Egyébként a Buda Jenőiek ismeri személyesen szinte valamennyi lakóját a településnek. Mennyire oltásszkeptikusak? Tehát beoltatnák magukat? Vagy akikkel ön beszél itt a hivatalban? Hát én nem találkoztam olyanokkal, akik olyan kategórikusan elzárkóztak volna tőle. Tehát én nem hallottam olyan hangokat, akik ezzel ellen ágálnának. Hát biztos vannak, azért magánemberként egymás között megnyilvánnak, de ahol én mozgok, olyan nagy ellenállást én nem tapasztaltam. Hogy bírják a Buda Jenőiek a most már harmadik hónapja tartó bezártságot? Hát nehezen, meg mindenki. Tehát pláne akik szolgáltatást végeznek, pláne az ilyen vendéglátóipar, akik kötelesek bezárni. Illetve az utcán át elvitelre. Hát elvitel, de hát az mégse ugyanaz. Tehát itt legnagyobb hatása az, hogy a közösség szempontjából hátrányos, mert azért elviszi, hazaviszi, megeszi, legyen az menü vagy alakart, mondjuk van, aki hétvégén ugye az étteremből rendesen, mint hogyha asztalnál ülne. De annak szerintem nem az a hangulata. Nem az a hangulat, ott elmenni, és akkor leülni egy étterembe, beszélgetni. Tehát az egy teljesen más. Tehát itt a közösségi életre van rendkívül negatív hatása. Meg hát kultúrára. Kultúrára, meg egyébként a szolgáltatóknak is, mert szerintem azért nem ugyanaz a bevétel, mint hogyha pláne, aki csak például itt van a kocsma, itt Buda Jenőn, ugye, hát az kimegy be oda 20%-kal többért megvenni az italt, hogyha más nem árulnak.
ha nem tud leülni, nem tud elbeszélgetni másokkal. Tehát ennek az a lényege, leülünk egy kávéra, elbeszélgetünk. Az ember azért fizeti ki azt a pluszt. Ugyanazt megvettem a CBA-ba, ugyanúgy, mint itt, akkor nem megyek be. Tehát azért itt azért egyes rétegekre, meg egyes emberekre azért az hátrányos. Nem csak a szolgáltató, hanem az emberekre is. Nagyon sok pénzért gyönyörűen felújították a magtárat, és ott van kihasználatlanul most. Hát persze. Hát reméljük, hogy változni fog ez a helyzet. Én bízom abban, hogy a kulturális rendezvényeket, tehát szép fokozatosan, már én nem számítok arra, hogy most ilyen, amíg a megfelelő vakcina mennyiség nincs, itt ilyen forradalmi változások lesznek ebben a kérdésben, de lehet, hogy lesznek bizonyos enyhítések, különösen azoknak, akik valamilyen formában átestek rajta, meg vakcinát kaptak, azoknak egy kis szabad mozgást adnak, mert ez ösztönző lenne azoknak is, akik most szkeptikusak. Tehát ha semmi előnye nincs annak, hogy én beoltatom magam, és már túlestem, tehát én nekem nincs előnyöm bele, akkor sok, jó, hát érek el, majd nem leszek beteg. Jobban védettök, mint más. De az se ártana, hogyha a mozgásterem is bővülne, mert ez azokra az emberekre, akik minden áron ellene vannak, azért csak nyomást gyakorolna, hogy mennél hamarabb túl legyünk ezen a hát reméljük, hogy belátják majd a nagy tömegek, de azt hiszem, hogy ami 60-70%-nak kell vagy átesni, vagy beoltva lenni, és akkor nyáimmunitás, és akkor 30%-at nem is kell oltani. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Mindenesetre a Covid az meghatározta a gazdaság működését, vagy meghatározza. Itt helyben ennek érződik-e a hatása? Tehát mentek-e tönkre vállalkozások? Mi a helyzet a helyi iparűzési adófelezéssel? Mennyit kompenzációt kap Budajenő? Mit lehet erről tudni? Hát az iparűzési adó az tiszta, ugye van a 25 ezer alatti települések, meg a 25 ezer fölti települések. Most ugye ez a NAV-on keresztül működik ez a dolog, tehát a vállalkozónak a NAV-nál kell bejelenteni, az, hogy éle az 50% kedvezmény, vagy nem ér 50% kedvezményre. Ezt mi a NAV-tól kapjuk meg, és amikor majd megkapjuk az információt, akkor látjuk, hogy a helyi vállalkozók, meg azok, akik Budajenőn van bejelentve, hogy ezeknek az adóhajlandóság milyen. Tehát itt február nem tudom, meddig kell bejelenteni a NAV-hoz, hogy valaki él ezzel az 50%-os kedvezménnyel, és utána, amikor ezt megtudjuk, azután az önkormányzatnak kell kezdeményezni, mert ezt nem automatikusan adják, hanem nekünk kell kezdeményezni, bizonyítva a bevétel kiesést a belügyminisztériumnál, az önkormányzati államtitkárságnál gond keresztül kell megigényelnünk a kiesett iparűzési adót. Ez egy elég bonyolult folyamat lesz, majd azért kíváncsi leszek, hogy működik. Addig a költségvetésen sem tudnak nagyon dolgozni. A költségvetésen muszáj dolgozni, tehát eleve tudjuk az elmúlt évi adatokat, abból ha nagy változás nincs, mert remélem nagy változás nem lesz, akkor a körülbelül 50%-kal tervezünk, tehát a iparizési adóból, de vannak azért helyi adók is, ugye telekadó, építményadó, az azért nem engedték emelni, de a tavalyi szinten tudjuk, hogy nagyjából mennyi a bevétel, tudjuk, hogy mennyi az állami támogatás, tudjuk, hogy mennyi tartalékkal rendelkezünk, akkor mennyi a velünk szembeni külső követelés, meg a működési költségét tudjuk az intézményeknek, meg a hivatalnak, és meg ugye a település üzemeltetésének ugye a költségét nagyjából tudjuk, nem nagyjából, hanem azért legalább 90%-os pontossággal, mert 10% minden évben labilis, tehát azért ez azért mindig van. Tehát ha valamit már 90%-kal előre látunk, az már nagyon jó. És milyen éve lesz Budajenőnek ezek alapján, a számok alapján? A folyószámon bent lévő pénzekből ugye nagyjából lehet következtetni, hogy tartalékaink vannak, és vannak fejlesztési feladataink. Az elmúlt héten jelent meg az újságban a 2020-nak a értékelése és a 2021-nek a várható fejlesztései. Tehát azt mondhatom, hogy ugye most is jelentős feladatok vannak előttünk. Tehát például a régióvodának az átalakítása, felújítása, azokban megtaláltuk a funkciókat. Hát volt, ami kötelező, például a posta, meg a polgárőrségnek a helye, akkor azért most már megvan a támogatás, legalábbis egy része a
a német nemzetiségi önkormányzatnak lesz egy önálló helység, akkor lesz egy tájházat. A régióvodó épületben, tehát ezek mennek, meg a oda nem illő épületrésznek a bontási munkálatai pont mai nap kezdődtek el. Március végére mondjuk a posta épület már hogy kész lesz, akkor a bontási munkák már február végére meglesznek. Pályázunk pénzekért még. Magyar nyilván. Falu program. Magyar falu program, akkor lesz útépítés. Útépítést ugye megkapjuk a falu, magyar falu program keretén belül. Az egy 30 milliós útépítési munka, ami 50%-ban külterületi utakat érint, mert most legfőképp ugye, az, ha ilyen van, akkor bele kell tenni, mert most egy ösztönző volt, hogy a települések külterületi útját valamilyen módon, ha nem is teljesen szilárd, pormentes burkotta, de járhatóvá kell tenni, ami olyan helyekre vezet, amit azért használnak rendszeresen. Járdákat tervezünk, ugye egyszer a Páty utcába járdát tervezünk, a Fő utcába járdát tervezünk, akkor a Sport utcának van egy ilyen rossz járda szakasza, és ott elég sokan használják a Szőlődomb, ott talán még többen járnak gyalog, mint a Hilltopra, ahol már tavaly megépítettük a járdát. Nem maradt fejlesztések nélkül a település. Tehát nem maradt fejlesztések nélkül, és ugye a főcsapás iránya az mondjuk, hogy az óvoda épületnek menni, hamar a funkciót találjunk. Hát most már azért nagy része megvan, hogy mi lesz, tehát egy ilyen, most legalábbis a jelenlegi állás szerint egy ilyen oktató pékség sütő, de ami egybe helybeli fogyasztást is biztosít, ilyen pék sütemények, meg esetleg, hát ami ehhez járó kávé üdítő, mert a templom környezetében van, meg az óvodához közel, tehát nyilván itt kocsma nem nyitható, meg nem is lesz, tehát itt inkább ilyen hasonló, mint a Sejeszli kávét a játszótér mellett, tehát az ilyen korlátozott termékek forgalhatók, olyan, ami, hát most nagy divat ez a bio termékek, meg a kovászos kenyér, annak a különböző válfajai, ez eléggé itt, legalábbis a mi térségünkben eléggé kapósak, meg el vannak terjedve. Tehát most ezek vannak, azon kívül van fölvetés arra, hogy egy nem szokványos, különleges árukat, minőségi árukat árulók is valami üzletet hozzunk ott létre, mert ugye van a kisbolt, meg van a terki. Milyen típusúra gondolni? Most én úgy tudom, élelmiszer és meg más is, tehát nem elsősorban ilyen hentes húskészítmény, hanem ilyen csomagoltak inkább, ilyen minőségi csomagolt áruk. Mi nekünk fő célunk az, hogy hát ami a mi feladatunk, ugye ez a tájház, a német nemzetiségi önkormányzatnak az irodája, akkor a posta, a polgárőrség, aki mellékhelyiség kiállítás, nem egy ilyen kis kerthelyiséges valami lesz ebből a... Kíváncsian várjuk. Szüret lesz? Gondolkoznak-e már a szüret szervezésre? Hát nagyon bízom benne, hogy szüret lesz. Én már abban is bízom, hogy a falunapot is megrendezünk. Az mikor? Július? Június vége. Június vége. Héten pár nap. Tehát addig csak eljutunk odáig, hogy ezek a vakcinák azért olyan ütembe érkeznek. Most már ugye, ahogy Müller Cecília mondta, hogy most már a házi orvosok is belesznek mondva ezeknek a vakcináknak a beadására, meg aztán ilyen oltócsoportokat alakítottak ki. Tehát most én is annyi információ, hogy más itt, csak ugye én próbálom levetíteni a mi településünk, hogy körülbelül ez hogy fog kinézni. Tehát én nagyon várom azt, hogy hogy túl legyünk legalábbis nagy döntő többségben ezen a veszélyeztetettségi időszakon. Mennyire lakták be az óvodát, a pedagógusok, gyerekek, milyen visszajelzéseket hall? Azért nagyon pozitívakat, tehát azért egy komfortosabb körülmények közé kerültek, és a gyerekek is nagyon jó érzik magukat, mert tágas, világos, nagyobb a tér, a játszóeszközök korszerűbbek, ha bár régieket is átvettük, de vannak újak is. Az a megoldás, amit építészeti szempontból Kuli László ugye hozta össze, ugye általános szempontból meg ugye mi találtuk ki ezt a dolgot. Én úgy gondolom, amit megvalósítottunk az óvodánál így közösen, tehát megvalósultak az általános igények is, meg az építészeti szépsége is összejött, tehát ez a kettő találkozott, és ez az elég szerencsés. És
ez pozitív a ott dolgozóknak, az emberektől ugye pozitív vélemény van, eleve egy kellemes látvány nyújt a falu közepén, és ha most még ezt mellé tesszük majd az új, a régi óvodának az épületét, ami hasonló lesz, mint a hagyományőrzők háza, azonos korú épületek, ugyanolyan külső vakolatta, ugyanolyan ablakokkal, tehát lesz két olyan épületünk, ami tényleg korban nagyjából egyidős, és hasonló stílusban színvonalasan föl lesz újítva. Az iskoláról is akkor kérem, hogy egy pár mondatot, bár az a klik alá tartozik, hát, de... Igen, de mi tulajdonosok mi vagyunk. Hát most ez az engedélyezésekért ugye elég közelharcot vívunk, mert itt ugye az iskola bővítésre gondoltam. Gyakorlatilag minden szempontból a két tanterem kész van. Most egyedül a használatbevételi engedély nincs ugye még meg. Én lépéseket tettem a örökségvédelmi osztály felé, és ha kell, akkor még a Tarnai Richard irányába is elmozdulok, mert egyszerűen számomra felfoghatatlan, amikor teljesen kész van valami. Itt olyan papírokra várunk, ami nem tudom, miért nincsenek meg. Meg az nekem egy nagyon szokatlan dolog, hogy ilyen engedélyesi eljárás van. Ha a hatóság mondja meg azt, hogy ha beadtak a papírot, hogy van 12 hiányosság, de akkor 12 legyen, és akkor azt pótoljuk, és vége. De nem az, hogy valamit pótunk, akkor megint kérnek még valamit, megint kérnek még valamit. Tehát ennek sosincs vége. Tehát 4-5 hónapig állandóan kitalál mindig valaki valamit, hogy mi hiányzik még. Itt nekem ez a hozzáállás nagyon nem tetszik. Én már látom a sorsát ennek az iskolának, úgy lesz, mint az óvodával, hogy hétvég alatt fogja a polgármester is átköltöztet mindenkit, aki bővített részt. Én átköltöztetném, de a Klebersberg az nem költözteti át, mert ők azt mondják, amíg a használatbevételi engedély nincs, addig ők... Ha most az önkormányzathoz tartozna, biztos nem várnék vele. Vállalnám a következményt annak, hogy esetleg megbírálnak vagy valami, de értelmetlen, ott áll a teljesen kész építmény, és a zsúfoltság megvan Covid időszakon, és akkor nem tudnak költözni. Ez számomra ez egy nagyon nem... További szép, jó évet kívánok, és jó egészséget. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.